Egy demokratikus, szabad európai magyar jogállam létrehozását tűzte ki célul Márki-Zay Péter. Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa mozgalom miniszterelnök jelöltjeként indul a szeptember 18-án kezdődő ellenzéki előválasztáson. Miskolci látogatásán pedig a mozgalom megyében induló 6 országgyűlési képviselőjelöltjét is bemutatta. Márki-Zay Péter szerint, ha valaki hűségesen és sikeresen vezet egy várost, az jó ajánlólevél lehet az országos feladatok ellátására is. A jelölt hangsúlyozta, az önkormányzatok fontos terepei egy esetleges kormányváltásnak. A Mindenki Magyarországa mozgalom jelöltjei, szimpatizánsai és érdeklődők települtek ki vasárnap a Szent István térre. Márki-Zay Péter országjárásának részeként itt mutatta be azt a 6 jelöltet, akiket Borsodabaú-Zemplén választókerületeiben a Mindenki Magyarországa mozgalom támogat az ellenzéki előválasztáson. Látom azt itt Miskolcon, hogy rendkívüli nagy infrastruktúrális fejlesztésekre lenne szükség. Szilágyi Szabolcs, akit a mozgalom Borsodabaú-Zemplén megye egyes számú választókerületében támogat, a város úthálózatának állapotára hívta fel a figyelmet. A jobbikos politikus elmondta, Miskolcnak van stadionja, kisvasútja, és bízik benne, hogy lesz működő egészségügye is. Utóbbit a 2. választókerület jelöltje is a fejlesztendő területek közé sorolta. A DK-s Hegedűs Andrea további fontos témaként emelte ki a fiatalokat érintő kérdéseket, a mély szegénységben élő emberek és a nyugdíjasok helyzetét, valamint a kis- és középvállalkozások támogatását. Tanárként mindig azt képviseltem, hogy mindegy, hogy honnan jövünk, csak az számít, hogy ki vagy és mire vagy képes. Én ezt most is így gondolom. És mindegy, hogy hol élünk, Miskolcon, Radostyánban, Parasztnyán, Sajóbábolnán, Sajólászlófalván vagy Varbon, együtt képesek vagyunk egy épp élhetőbb, európaibb Magyarországot és Miskolcot teremteni. A Mindenki Magyarországa mozgalom helyi szervezete 2 éve jött létre Miskolcon, amelyhez Erdei Sándor Zsolt az első között csatlakozott. A képviselő a megye 5-ös választókerületében indul. Én mégis azt hiszem, hogy egy nagyszerű csapat részese vagyok itt Miskolcon is, a Miskolci Kossuth-körrel, és szerte a régióban alakulnak a Kossuth-körök folyamatosan. Én azt hiszem, hogy nagyra hivatott ez a mozgalom, és büszke vagyok arra, hogy a Jobbik Magyarországért mozgalom is tudja támogatni a céljaimat, a Demokratikus Koalíció és az LMP szintén. 2019-ben az önkormányzati választások miatt hirdették meg Miskolcon is a teljes ellenzéki összefogást, fogalmazott Márki-Zay Péter, aki Hódmezővásárhely polgármestereként úgy látja, üzenete van annak, ha valaki hűségesen és sikeresen vezet egy várost. Ezt jó ajánlólevélnek tartja az országos feladatok ellátására is. Hozzátette, azt a modellt népszerűsítették, ami Hódmezővásárhelyen már sikerre vezetett. Ha minden párt, minden ellenzéki párt szeretetben, békességben összefog, megfogjuk egymás kezét, a civilek is odaállnak a pártokhoz, és egy közös cél érdekében, egy demokratikus, szabad, jogállami, európai Magyarország érdekében mi föllépünk a pártállami elnyomás és a korrupció ellen, akkor bizony sikert tudunk aratni. Márki-Zay Péter azt is mondta, az önkormányzatok fontos szereplői egy esetleges kormányváltásnak. Szerinte a megye 7 választókörzetéből 5-6 nyerhetőnek tűnik az ellenzék számára. Ehhez azonban az előválasztáson mindenkinek részt kell vennie.